Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egészségünk a legnagyobb kincsünk, Szekszárdon járt az ingyenes szűréseket végző busz. Ülésezett a gazdasági bizottság, a Szekszárdra tervezett kerékpárút volt az egyik téma. Iskola fejlesztés Bonyhádon, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 150 milliós beruházást hajtottak végre. 35. Csapó Dániel emlékverseny, idén 15 diák mérte össze tudását az ország különböző pontjairól. Légzéskapacitást, vércukor és koleszterin szintet mértek, valamint csontritkulási és szájüregi vizsgálatokat végeztek ingyenesen Szekszárd legnagyobb bevásárlóközpontjának parkolójában. Az Egészséges Magyarország elnevezésű program keretein belül érkezett a szűrőbusz a Tolnai megyeszékhelyre. A szolgáltatást sokan igénybe vették. Horváth István, Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője a helyszínen elmondta, nagyon fontosnak tartja azt, hogy az emberek rendszeresen tudjanak szűrővizsgálatokra járni. Ebben nagy segítség ez a kormány által támogatott program. Fogunk csinálni egy vércukor és egy koleszterin szintmérést, elkérem a kis kedvét. Ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az embereket Szekszárd egyik legnagyobb bevásárlóközpontjának parkolójában pénteken egész nap. A szűrőbuszban vércukorszint, koleszterinszint, légzéskapacitásmérést, valamint csontritkulási és szájüregi vizsgálatokat végeztek a szakértők. Bercsényi Gyula úgy nyilatkozott, remek dolognak tartja ezt a lehetőséget, és ő mindent megnézett, amit lehet. Itt rengeteg ember megfordul. Ez a hely a másik bevásárlóközpontban, ide-oda mennek az emberek vásárolni, és ha már 10-ből 2 elmegy, már akkor nyertünk valamit. Légzéssel kapcsolatosan van valami panasz, a nehéz légzés, fulladás, köhögés, nincs dohányzás. A 2014-ben indult Egészséges Magyarország elnevezésű program célja az egészség kiemelt védelme és megőrzése, a krónikus betegségek esetleges kiszűrése, a hátrányos helyzetű lakosság egészségének javítása, a népegészségügyi rendszer megerősítése, valamint az egészséges életmód előmozdítása. A szűrőbusz már sokadik alkalommal van jelen a Tolnai megyeszékhelyen. Amikor van rá lehetőség, akkor mindig kérjük a szűrőbusznak a megjelenését. Jellemzően negyed évente erre van alkalom. A megfelelő helyszínt is hozzá kell tenni, tehát ahol sok ember forog, könnyen le lehet parkolni, meg lehet közelíteni a szűrőbusz, és most ebben a bevásárlóközpontnak a parkolója talán ebben a legalkalmasabb, de ahogy látom, folyamatosan is érkeznek az érintettek, akik szeretnének egy pillanatnyi visszajelzést az egészségügyi állapotukról, erre ez nagyon alkalmas. Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, fontos, hogy rendszeresen járjanak szűrésekre az emberek, hiszen, mint mondta, idézem, legnagyobb kincsünk az egészségünk. 2548 új megbetegedést igazoltak péntek reggelre, ezzel a járvány kezdete óta összesen 843.825 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.468 főre emelkedett. 1233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.932.000-en kaptak. Tolna megyében 31 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, így a járvány kezdete óta összesen 18.117-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. A Szekszárdra tervezett új kerékpárút is a napi rendek között szerepelt a Megyei Jogú Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának csütörtöki ülésén. A tagok most arról döntöttek, hogy ki legyen a hajdani beruházás műszaki ellenőre. Emellett a már felújított Baka István általános iskoláról is tárgyaltak. A pályázati pénzből kiépített városi kerékpárúttal kapcsolatban született fontos döntés a Szekszárdi Közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának csütörtök délutáni ülésén. A bicikli szakasz a Szent István tértől, a megyei önkormányzattól indulhat majd, és a Bor utca végében lehet a befejezése. A tervek között mások mellett egy körforgalom kialakítása is szerepel a Szent László, a Rákóczi és a Széchenyi utcák kereszteződésében. Oda a Vosinszki lakótelep mellett elhaladva lehet majd két keréken eljutni. Emellett 150 biciklitárolót és 2 szervízt is kialakítanak a nyomvonalon. A beruházás 3 ütemben valósulhat meg, most ahhoz, hogy a tervezés folyamata tovább haladhasson,
ki kellett választani a majdani műszaki ellenőrzést végző vállalkozást. A feladatra a legjobb árajánlatot, amihez 2 millió forint önerő is szükséges, egy helyi cég adta be. A közbeszerzésen a beérkezett ajánlatok meghaladják azt az összeget, ami a pályázatban rendelkezésre áll, mint maximális forrás, és ezért mindegy 2,1 millió forinttal a városnak a költségvetéséből ki kellett ezt a forrást egészíteni. Idén kifizetés nem fog történni, nyilván ez a kifizetés akkor fog jelentkezni, amikor a pályázat elindul, és a megvalósulásnak az ellenőrzésére szól. A bizottság tagjai a már felújított Baka István általános iskolával kapcsolatban is határozatot hoztak. A hónapokkal ezelőtt lezárult beruházás legnagyobb részét egy kormányzati pályázatból finanszírozta az önkormányzat. Az elmúlt hetekben az elszámolásra is sor került, az ellenőrző hatóság viszont úgy döntött, egy ajtó felújítását és beépítését nem fizeti ki. Ezzel kapcsolatban egyhangulag igennel szavaztak a bizottság tagjai, vagyis az önkormányzat vállalja a munkálatok költségeit. Ez egy 122 ezer forintos történet volt, amit jobbá kellett hagynunk, önerőbiztosítását kellett ehhez megadnunk. A rendkívüli bizottsági ülés összehívására azért volt szükség, mert a meghozott döntések határidőhöz voltak kötve. Szekszárd közgyűlése várhatóan jövő héten ül majd össze. Az október 23-ai rendezvényekre és a halottak napja alkalmából tartandó megemlékezésekre sem lesznek érvényesek a koronavírus járvány miatti korlátozások. Ezt Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár közölte, miután az operatív törzs elfogadta a központi rendezvények biztosítási tervét. Szekszárdon a Szent István téren álló 1956-os emlékműnél kerül sor a forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából a koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésre. A reformáció napját ünnepelték a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Az ünnepi istentisztelet mellett átadták azt a beruházást is, mely az oktatási intézmény korábbi épületrésze volt, és amit most 150 millió forintból korszerűsítettek. Gyarapodjatok tudásban, élményekben, és szeressetek itt lenni, szeressetek bonyhádiak lenni, szeressetek petőfis diákok lenni. Ezekkel a szavakkal adta át a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium megújult iskola részét Andorka Gábor igazgató. A most modernizálódott épület rész jelentette a hajdani iskolát, emlékezett meg a korábbi időkről ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tóna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 2008. szeptember 25-én az evangélikus egyház, illetve a gimnázium felújította ezt az egész területet, felújította a visszakapott tantermeket. A város ezt a területet, ezt az épületet együttest egy csere útján biztosította az egyháznak. Ezt az épületrészt modernizálták most megközelítően 150 millió forintból. Az ünnepélyes avatás része volt annak az ünnepség sorozatnak, melyet minden esztendőben a reformáció napján rendeznek az iskolában. Gáncs Péter evangélikus püspök azt mondta, az idei esztendő jelszava a híd építése, melyet ki kell építeni a nemzedékek, a felekezetek és az emberek közé. Ez a reformáció jelenkornak szóló üzenete. Dandártábornoki kinevezést kapott Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője Áder Jánostól, Magyarország köztársasági elnökétől évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül. Balázs Gábor úgy fogalmazott, ez egy olyan meghatározó élmény és esemény volt az ő életében, mint a gyermekei születése. Elárulta, utoljára az 1800-as években volt Tolna megyének ilyen rangú tűzoltója. A tűzoltóság vonatkozásában a katasztrófavédelem ugye 2000. január 1-i megalakulásával, tehát 21 éve nem volt tűzoltó dandártábornoka, sőt, ha visszamegyünk a történelemben, akkor az újkori tűzoltóság, tehát a 20. századi tűzoltóság történetében sem volt Tolna megyének tábornok vezetője, úgyhogy én viccesen mondtam a reggeli eligazításon, hogy történelmet írtunk. Nem kell ezt ilyen komolyan venni, viszont én azt gondolom, hogy valóban ez egy olyan eredmény, egy olyan esemény, amely Tolna megyében is meghatározó. A mezőgazdaság és az élelmiszeripari tehetségek utánpótlásához tartoznak azok a tanulók, akik részt vesznek a Csapó Dániel emlékversenyen.
mondja a Fülöp Mónika, a Déli ASZ Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium igazgatója. Idén 35. alkalommal rendezték meg a versenyt, 15 tanuló méret tette meg magát. Az első helyezésért járó díját veszi át Cibolya Máté, aki a 35. Csapó Dániel emlékversenyen ért el kimagasló eredményt az élelmiszeripari technológiák bemutatása témakörben. A versenyző a birsalmáról tartott előadást. Bemutattam úgy a birsalma milyen jótékony hatásai vannak, de mondjuk milyen hátrányai is lehetnek ezek mellett. Bemutattam, hogyan készítettem el a birsalma sajtomat, illetve hogy milyen variációkat lehet még készíteni a birsalmából. A hagyományok, értékek megőrzése témakörben Pető Dominik szerezte meg az első helyet. A Dávaközt mutattam be, utána a települést, ahol lakok, Szanyt, aztán a táncokat. Az emlékverseny a 35 év alatt országos szintűvé nőtte ki magát. Idén a három szekcióban összesen 15 diák méret tette meg magát. A versenyzőknek egy dolgozatot kellett készíteniük, amit később előadtak. Mindezt pedig a zsűri értékelte. Olyan témákat vetnek föl a fiatalok, ami nem szorosan kapcsolódik a tanításhoz, a tananyagokhoz, tehát újszerű megközelítéseket mutatnak be, újszerű technológiát, tehát itt bele kell mélyedjenek az irodalomba, tehát a szakirodalomba, akár külföldi szakirodalmat is olvasnak, és nagyon fontos kiemelni a felkészítők munkáját, akik koordinálják, és ezt egy dolgozattal mindig összegyúrják. Az igazgató továbbá elmondta, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar tehetséges utánpótlásához tartoznak azok a tanulók, akik részt vesznek a Csapó Dániel emlékversenyen. Egyre fiatalabbak próbálják ki a különböző kábítószereket, majd szoknak rá, és egyre idősebbek azok, akik még rendszeresen használják is azokat. Többek között erről szólt a pénteki kábítószerügyi egyeztető fórum Dombóváron, ahol a jövőben végzendő tevékenységek munkatervét is meghatározták. A kábítószer jelenléte felett nem lehet szemet hunyni, a legfontosabb a lakosság megfelelő tájékoztatása és a prevenciós előadások, amivel már a legfiatalabbakat is meg kell keresni. Ezért is fontos a települések életében a kábítószerügyi egyeztető fórum megléte. Itt lehetőség nyílik az információk megosztására, ami előre lendíti a drog problémák kezelését, emelte ki Németh Tímea, a dombóvári KEF elnöke. Mai korban nem lehet az mellett szó nélkül elmenni, hogy a kábítószerfogyasztás egyre jobban elterjed a fiatalok és most már sajnos a gyermekkorúak körében is. Ezért a rendőrség kezdeményezésére, mivel már régebben is működött ilyen fórum Dombováron, újra felvettük ezt a szállat, és a mai napon 21 taggal megalakult a Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot magukénak érzik a helyi intézményvezetők és a környező települések polgármesterei is. Negyedévente rendezik meg üléseiket, ahol munkatervben határozzák meg a teendőket, de már most több ötlet is felmerült. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha előadások formájában, akár az óvodás korosztályt meg tudná szólítani ez a fórum, de természetesen az iskolásokra mindenképpen szeretnénk ezzel a dologgal fókuszálni, és hát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ha már az iskolásokról, óvodásokról, a gyerekekről beszélünk, akkor ott van a másik oldal, a szülői oldal, ami azt gondolom, hogy ugyanaz a felelősség, és mindenféleképpen jó lenne őket is megszólítani. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum következő ülése 2022. január 2. felében lesz. A Tolna megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola nyílt napot szervezett látványos interaktív bemutatókkal a szekszárdi piacon lévő plac rendezvényteremben. Elsősorban pályaválasztás előtt álló 8-os diákokat és szüleiket várták. Oktatók és meghívott vendégelőadók segítségével mutatták be a cukrász, pincér és szakács szakmákat. Saját készítésű ételüket kínálják a Tolna megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola diákjai a szekszárdi piactér plac rendezvénytermében megtartott nyílt napjukon. Az esemény célja az volt, hogy a felvételi előtt álló diákok jobban megismerhessék a turizmus vendéglátás ágazat szakmáit, a Hunyadi iskola képzési kínálatát, a szakképzés megújult rendszerét. Horváth Virág vendéglátás szervezői szakon tanul az intézményben. Azt mondja, több versenyen is részt vesznek az év során. Most például lesz Olaszországban egy flambír verseny, és oda most három leányzót küldtek,
és ez egy szuper lehetőség nekik is, egyrészt ugye Olaszországban, másrészt meg tényleg ugye a szakmában is, ugye erről is sok mindent megtanulnak. A program elemek között szerepelt olasz tésztakóstoló és barista bemutató is. A résztvevő általános iskolások készíthettek maguknak édességet, de szelfizhettek is pincér, cukrász vagy szakács öltözékben. Félkész termékeket hoztak, kedveskednek a vendégeknek, a vendégek interaktív módon bekapcsolódhatnak és befejezhetik ezeket a mondjuk cukrászati termékeket, vagy éppen kis kínáló falatkákat, illetve a turisztika területén pedig interaktív játékokkal ismerkedhetnek a szakmával. Remélem, hogy minden oktatott szakmánkból kapnak ízelítőt. Nagy Imre, az iskola igazgatója elmondta, nagyon örül annak, hogy ennyien ellátogattak az eseményre. Azt is hozzátette, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meg fogják ismételni a különleges nyílt napot. A látogatók között egy tortát is kisorsoltak a program szervezői. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint nem megoldás az iskolaőrség, más módszerekkel kellene rendet tartani. Minden, ami vendéglátás, megrendezték a 29. klubi napokat Siófokon. Társadalmi felelősségvállalás, indulóval segítik a csörgőlabdásokat. Most sem gondoljuk azt, hogy az iskolaőrség lenne a megoldás, mondta stábunknak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvezetője. Nagy Erzsébetet a hírhedt Dezső bácsi ügy kapcsán kérdeztük tavaly az eset után és most egy évvel később. Azt mondja, a segítő szervezet hatásköre nem terjed ki ilyen esetekre, ezért inkább több biztonsági őrre lenne szükség, illetve rendőri jelenlétre az intézmény környékén. Az iskolaőrség nem megoldás, ezt mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője stábunknak. Nagy Erzsébet még tavaly Dezső bácsi ügyében nyilatkozta ezt, szerinte ugyanis a segítő szervezet hatásköre nem terjed ki ilyen esetekre. Az iskolaőr a rendőrségi törvény alapján csak a pedagógusokat tudja védeni, és a nevelést oktatás közvetlenül segítő munkakörben dolgozókat, az iskolai, tehát az itteni tanítványainkkal szemben. Tehát ők külső személlyel szemben nem léphetnek fel, és hogyha külső személyeknek van egymással konfliktusuk, akkor sem. Jancsula Dezső esetében külső személyek okoztak problémát, hiszen, mint ismert, a Nefkó udvarán dohányoztak. A törvény szerint azonban a tanár az iskola falain kívül már nem intézkedhet, legyen szó bármilyen konfliktusról. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében hozták létre 2020 őszén az iskolaőrséget. A jogszabályban részletesen is leírják, hogy egészen pontosan mire terjed ki a hatásköre. Itt olvasható, hogy jogában áll elkövető személlyel szemben testi kényszer alkalmazása, a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység abbahagyása érdekében. Sőt, vegyi eszközt, rendőrbotot és még bilincset is használhat. Most egy évvel később újra megkérdeztük a PDS pécsi ügyvivőjét, mit gondol az iskolaőrségről. Nagy Erzsébet azonban továbbra is úgy gondolja, hogy ez nem megoldás. Azok az esetek, amelyek egyébként ehhez a problémához vezettek, amiben Dezső bácsi is belefutott, azok nem az iskolaőr hatáskörébe tartoznak, hanem hogy kinek a hatáskörébe, ugye? A rendőrség hatáskörébe tartozna, tehát fokozottabb rendőri jelenlétre volna szükség, illetve úgy gondoljuk, hogy egy ekkora intézményben sokkal több biztonsági őrt is kellene foglalkoztatni az intézmény körül. Nem hivatalos, de megerősített információink szerint az iskola vezetése éppen az ügyvivő álláspontja miatt nem igényelt iskolaőrséget. De mint megtudtuk, hamarosan több biztonsági kamerát fognak felszerelni az ANK épületében. Az egyébként pedagógusként is dolgozó Nagy Erzsébet szerint ez fog segítséget jelenteni az iskolában. Gasztropiac, kutyás, szarvasgombakeresés, érdekes szakmai előadások, bemutatók és az elmaradhatatlan verseny jellemezte a 29. krúdi napokat Siófokon. Az idén 4 csapat mérte össze tudását a konyhában és a cukrászműhelyben. Így keresi az erdőben is a szarvasgombát gazdájának ez a kutya. A krúdi napok alkalmával az érdeklődők vásárolhattak is a különleges gombafajtából, csak úgy, mint számtalan más termékből. Egyre inkább van létjogosultsága, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Balaton partján csak az idegenforgalomra, a nyári szezonra számíthatunk. Hála Isten, januártól decemberig keresik a termékeinket. A gasztropiac novembertől vasárnaponként várja majd az érdeklődőket a Kródi udvarán.
De azt gondolom, ez egy országosan is abszolút újdonság, hiszen iskola területén működő piac, én legalábbis nem tudok róla lenni az országban. Ebből is látszik, hogy próbálunk komplexen gondolkodni a Krúdi, meg egyáltalán a vendéglátós képzés fejlesztésében. Ugye most már egyre nagyobb hangsúly helyeződik szakmailag is arra, hogy nagyon fontos a friss helybéli alapanyag, ráadásul ami minőségi is. Azt gondolom, hogy az itteni termelők ezeknek a feltételeknek abszolút megfelelnek, kiváló minőséget képviselnek, helyi alapanyagokat, helyi termékeket árulnak, amit majd a gyerekek fognak tudni felhasználni, mondjuk például a gyakorlati képzés során. Az idei Krúdi versenyen résztvevőknek még nem volt idejük ismerkedni a helyi termelőkkel és portékáikkal, hiszen reggel 8:30-tól lázasan folyt a munka a konyhában. A diákoknak 4 fogásos menüt kellett most is készíteniük 240 perc alatt. A cukrászoknak is ugyanennyi idejük volt a desszertek elkészítésére. Ebben a pillanatban a körtét fogjuk elkészíteni cukormázzal, úgyhogy a körtét először sütőbe tesszük, utána kivesszük, egy picit szárítjuk, majd cukorral megszórjuk, és így hozzuk ki az ősz színeit vele. A túloldalon pedig csoki temperálás folyik, ahol a csokoládé díszekhez elengedhetetlen a csokinak a temperálása, itt pedig a hölgy majd mogyorót fog készíteni nekünk, cukorba, dobos cukorba mártva, és ez lesz az egyik fő díszelemünk. Az idei versenyen a siófoki mellett a veszprémi, felcsúti és a nyitrai iskolák tanulói mutathatták be tudásukat a zsűrinek. A Krúdi Napok szakmai versenyére készült ételek mindegyikét a zsűrin túl a meghívott vendégek is megkóstolhatták. Saját indulójukra vonulhatnak be meccseikre mostantól a pécsi csörgőlabdások. A vak és gyengénlátók sportját már 50 éve játsszák hazánkban. A Pécsi Egyetemen 2014-ben alakítottak csapatot. A Pannon filharmonikusok zenészei most a társadalmi felelősségvállalás jegyében indulót írtak nekik. Hajrá, lelked előtt a cél, ha bedobod a labdát, a részlet abból az indulóból, amit a pécsi csörgőlabda csapatnak készített a Pannon filharmonikusok zenekara. Az egyetem paraszakosztályában működő csapat kereste meg a zenészeket, hogy milyen jó lenne, ha a meccseik saját indulójukkal kezdődne. Ez megindított bennünket, mármint arra a gondolatra, hogy Kisszabolcs harsonaművészünk, aki egyébként kiváló muzsikákat is ír, ő készítsen egy indulót, ami egy ilyen 3 perces anyag, itt azért egy ilyen kicsit a komoly zenéből kiszakadó anyagot kell elképzelni, tehát dobszerkóval, de ugyanakkor nagy szimfonikus zenekarral, Szabolcs énekli ezt az anyagot, és hát a pécsi csörgőlabdások személyiségére épül, mert hogy nagyon sok időt töltöttünk együtt. A csörgőlabdások ellátogattak a zenekarhoz a Kodály központba, a muzsikusok pedig ellátogattak a mérkőzésükre. Ezek az élmények, a sport energiája és a hangok, mint közös alap segítettek megalkotni az indulót, mondja az igazgató. Megérintették a bútort, a falat, a hangszereket, megpróbálták megszólítani, megszólaltatni ezek a hangszereket. Mi elmentünk meccsre, megnéztük, hogy milyen is, amikor ők egy meccset játszanak, és hogyan érzékelik a hang alapján, hogyan tájékozódnak. Szóval sok-sok szál épült ki, és hát abban bízunk, hogy minden alkalommal, amikor ez a meccs elején megszólal ez a dal, ez a zenemű, ez arra inspirálja őket, hogy vállalni kell, hogy harcolni kell, hogy lehet győztesnek lenni minden élethelyzetből. Győzni kell, számítunk rá. Az együttműködésről, az indulóról a zenekar október 15-én a Fehér Bot Nemzetközi Világnapján tette közzé a Cél felé című érzékenyítő kisfilmjét, amelyből mi is bemutattunk néhány részletet. A csörgőlabdát egyébként a II. Világháború után találták ki a megvakult katonák rehabilitációjára, majd hamar az egész világon elterjedt. Magyarországon is már 50 éve játsszák. A labdában elhelyezett csörgő alapján kell a játékosoknak elkapni a játékszert, illetve megakadályozni, hogy az a kapuba jusson. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Egészségünk a legnagyobb kincsünk. Szekszárdon járt az ingyenes szűréseket végző busz. Ülésezett a Gazdasági Bizottság. A Szekszárdra tervezett kerékpárút volt az egyik téma. Iskolafejlesztés Bonyhádon, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 150 milliós beruházást hajtottak végre. 35. Csapó Dániel emlékverseny, idén 15 diák mérte össze tudását az ország különböző pontjairól.
Szombaton erősen felhős idő várható, néhol kisebb esővel. Átmeneti napos időszakok azonban lehetnek. Gyenge mérsékelt lesz az északnyugati szél, éjszaka derült időre van kilátás. Helyenként ködfoltok alakulhatnak ki. Vasárnap és hétfő hajnalban hideg, párás, foltokban ködös idő ígérkezik, helyenként gyenge fagy is előfordulhat. Napközben a párásság, a ködfoltok várhatóan eloszlanak, derült, hűvös idő a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!